Na, péntek, március 10-e. Ja, az előző néhány nap olyan jó volt, felszáradt, dolgoztunk, tüzelgettünk, építkeztünk. És tegnap éjjel kezdett esni, csütörtök éjjel. Reggel esett, délbe esett. Ja, valamikor, mikor álltál dél körül, mintha. Ja, úgyhogy nekiálltunk reggelibe az esőbe. Csak ugye ilyenkor nincs kedvem se videózni, és nem is volt nálam a kamera. Esik is, nem jó a kamerának esőbe legyen. Ugye, ja, valahogy az esős időben nem csinálok. Rá kell vegyem ezen túl magamot, mikor esik, akkor is csinálok néhány klipet, el se hiszitek, hogy esik az eső. Na mindegy, nekiálltunk, felszereltük ezt a nagy nájront ide, hogy tudjunk dolgozni. És folytattuk a földnek a termelését, hát innen is. De leginkább ugye innen egyenlíteni ezt a placot. Itt kell ugye sokat feltölteni, hát még mindig kell. De azért már haladtunk, annyit elértük most már, hogy Itt ez a felső fele szintben van, itt teljesen legyalultuk a füvet, a francot, a földet. Itt ez egy darab gyökér van, azt majd elvágjuk láncfűrésszel, nem akartuk körbeásni itt az egész helyet. Ja, úgy van fényfüzérünk is, láttátok-e? Ja, felhoztuk az áramot, most már itt van az áram, van itt is. Villanykánk, de jó! Le van gyalulva a föld. Ja, egész jó néz ki. Ja, először ugye azt gondoltam, hogy odáig gyaluljuk le, ahol a jelenlegi nappali van, az még egy olyan 30 centivel vagy 40-nel alább van, mint itt a felső része. Van az egy fél méter is. Ja, idáig egy fél méter, és még egy fél, tehát kb. Egy méter van. Ezektől a lábaktól az alsó lábakig szintkülönbség. De azt hiszem, hogy inkább jobb, ha feltöltjük erre a szintre az egészet, a lábak épp, hogy kiálljanak egy négy újnyit. Így stabilabb lesz az épület, azok a lábak is a... Egy méterre kiáll, az úgy nem tetszik nekem, legyen stabilabb. De végül is lehet szintkülönbség is, az is lehet, hogy ezt meghagyjuk így lennebb, s a többi fel lesz töltve. Habár egy szinten jobb lenne, nem? Úgy is lehetne, hogy a konyha ott lesz elől, ugye a konyha. És félig itt egy vagy két lépcsőt csinálni. És akkor itt fellépővel lenne itt a nappali, a csillező, ez a hátsó fele. És elő lenne a konyha. Konyhapult ugye ott keresztbe végig, itt egy asztal, egy jó hosszú asztal, és akkor egy-két lépcsőfok. De mit szóltok, szerintem jobb, hogyha egy szintre. Kicsit most kell kínlódni, még egy-két napot itt hordani a földet talicskával, de amint megvagyunk, már fasza lesz. Jobb azért mégis, ha van egy 10 méter hosszú, 6 méter széles helyiséged, ami, na jó, mondjuk 9 tetőtúrnyúlásokkal lesz 11, de azt úgyse használjuk, úgyhogy 9x6-os, 45 négyzetméteres nyílt tered, ugye belül lábak nem lesznek, csak körbe, oszlopok. Úgyhogy szerintem csak jobb, hogyha egy szintben van az egész, nem? Mit szóltok, feltöltsük, vagy ne? Legyen szintkülönbség, vagy ne? Ja, attól is függ, ugye, hogy ott meg akarom-e tartani a galériákat. Mert hogyha a galériát nem tartom meg, akkor... Nem kell szintkülönbség legyen, akkor feltölthessük. Viszont ha feltöltjük ezt a helyet, bocsánat a nagy felfordulásért, minden szana szét van, esett az eső, nagy kupi volt itt a reggel, meg a sátor is összetörött, a kajás sátrunk le volt omulva. Hogyha a galériát itt megszüntessük, mert arra gondoltam, hogyha meg lesz ez a három helyiség, 3x3-as mind a három, akkor itt lehetne három szoba. Befalaznánk hátsó oldalt, meg a két oldalát, meg a hátsó részt, és itt elő lenne ajtó, bejárat, külön bejárat mindenikre. És akkor már értelmetlen lenne a galéria. Ha itt feltöltsük, akkor itt nem lesz elég mozgás, tér, fejtér. Úgyhogy vagy így marad, vagy megszűnik a galéria, és itt feltöltsük. Na, ezen van egy kicsit még idő gondolkozni, mert a következő lépés ugye, hogy ide felrakjuk a lábakat, körbe az öt lábat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, összesen 7 láb, azt felrakjuk a futókat, meg a szarufákat, cserépléceket, és a bádokat a tetőre. És addig még lesz idő tűnődni, hogy itt mi legyen, mennyire töltsük fel, mennyire ne legyen a lépcső, szintkülönbség legyen, vagy ne. Sziasztok! Betegségkúráló menü következik. Először is csináltam egy retro karfiolevest. Egyszerű zöldségleves, de nagyon kívántuk. Karfiol van benne, répa, krumpli, hagyma, babérlevél, illetve fűszerek, piros paprika, meg azt hiszem, hogy egy pici gyömbért tettem bele,
borsot, sót, és kész. Igazából ennyi. Összefőztem és leszük. Ja, meg kurkumát, tehát ilyen sárgás színű. Jó étvágyat! Köszönjük, Zsófi, nagyon finom a leveske. Aztán van finom egészséges zöldségfasírt. Répával, céklával, hagymával, van benne még ilyen nagyon nagy szemű finom fekete mazsola, illetve fűszerek, kis magyaróvaj, mit is tettem még bele, fokhagymát, zappályhát, és akkor ezeket összegyúrva kisütöttem. Emellé pedig főzök kinoát, az készül éppen. Desszertnek meg a szokásos zappalacsinta, ezt nagyon szeretjük. 100%-os csoki szósszal, kis nád cukorral azért meg kell édesíteni, mert különben nagyon keserű, meg lekvárral, magyaróvajjal, ki hogy szereti. A villancsel felfelé a vízcsöveket. Ez az új vízhálózat, amire mi is szeretnénk csatlakozni. De nem biztos, hogy csatlakozni fogunk. Két hüvelyk és két incses 5 centi vastag csöveket visznek. Péterrel beszéltem a minap. Sajnos kiderült, hogy ez a víz barna víz. Olyan, mint ami nekem volt Floridában. Rengeteg a vas benne. Ugye elment egy kicsit a kedvem rácsatlakozni erre a hálózatra, plusz még kerülne egy valak pénzbe is, kb. $1000 futna. Ugye csöveket tudna levezetni 500 méterről, kell legalább egy fél incses cső, az bele fog kerülni pár $100. Egy ilyen 300-ba legalább, plusz a rácsatlakozási díj, ugye mert fent beszereltek két darab 2500 literes tartályt, satöbbi szűrőket, csöveket, elosztókot, mit tudom én még mit, beszereltek mindent, úgyhogy $400 a rácsatlakozási díj, $300-$400 legalább a csövek ide lehozni, plusz még éves használati díj $40, ami ugye elenyésző végül is az a $40, de ha belefutna egy 1000-esbe most kb. És szarvízünk lesz, barna víz, amit inni nem lehet, ami mosásra nem a legjobb, mert a ruhákat is megfogja. Hát zuhanyzásra még, zuhanyozni még elmegy, meg kártet öntözni, de akkor inkább szerintem beszerelek ide egy 2500 literes tartályt, a 120 négyzetméteres tetőről megfogom a vizet, és azt használjuk mindenre. Rácsatlakoznék, bocsánat, a másikra, az FH2, mert az FH4-nek szerelik most az új rendszert, FH2-s rendszerre rácsatlakoznék, csak egy kicsit alacsonyan van, kb. A telkém aljával van egy vonalba, és nem fog ide feljönni, de esetleg azt tudom csinálni, hogy átvezessük így keresztbe a telek aljára, és onnan egy pumpából felpumpáljuk ide a konyhába. És akkor ugye ott lesz az esővízrendszer, plusz még mellette ez a másik. Ha csak nem találunk, szét kell nézünk itt az erdőbe, valami vízforrás nem találunk, amit le tudnánk ide vezetni szabad eséssel, egy tartályt oda beszerelni, vagy az FH2-s forrásrendszert, ahol a tartályok vannak, kicsit fennebb megfürkészni, hogy oda nem lehetne becsatlakozni. Na, úgyhogy semmi sem megy itt olyan simán, mindig van valami buktató, de meglátjuk, még a napokban tűnődünk egy kicsit ezen, hogy legyen, mint legyen, de most egy-két héten belül kész lesz ez az új épület, az épület bővítés, meg a nagy tető, úgyhogy az esővizet szerintem azzal kezdjük, mert itt esik bőven eleget egész évben, egy 2500 literes tartály szerintem
megtenni ide. 280 dollár, nem is olyan túl drága. Na, mit szóltok? Na, mutassam be az egyik társ tulajdonosnak a bagiát. Most vette tiszta újon Cuencából. Hát 20 ezer dollár körül lehet még több. Mondjuk ez a tavalyi évi modell, azt mondta, ezt olcsóban adtak, de 30 ezerig is felmehet egy ilyennek az ára. Ez egy CF motó. Z-Force 1000-es EFI Electronic Fuel Injection, elektronikus üzemanyag befecskendezés. Ja, hát komoly gép, vonóhoroggal, hátul csomagtérrel. Inkább még két ülés kellett volna beletenni, nem? Csomagtérhely, így csak két személy tud utazni vele. Automata váltóval. Ja, a tető véd, meg körbe van csövezve. Fasz a ülések benne. Ja, jó kis gép. Mondjuk rohadt drága, 4x4-es. Csörlő van-e? Igen, elő van csörlő rajta. Ja, egy kis plexi, nem teljes ablaküveg. És azt is le lehet csatolni, leszedni. Gondolom, a tető is leszedhető, hanem olyan könnyen. Hát csavarok vannak. És azt úgy látom, hogy négy csavar fogja. Kis ilyen fél ajtó rajta. Ja, 6 darab csavar fogja oda azt a plexit. Hátul egy ilyen fólia. Nem fólia, hanem egy ilyen szúnyoghálószerűség. De inkább a naptól véd. Ja, fasz a gép. De rohadt drága. Ezt nézzétek, mekkora. Mi ez, egy csótány? La cucaracha, la cucaracha. Kéne valami méretarány, hogy...